A vércukormérő segítségével pár másodperc alatt megállapítható a vérben lévő pillanatnyi glükózszint. Ellenőrizhető, hogy a normál tartományon belül vagy azon kívül esik-e a vércukorszint. 100 évvel ezelőtt fedezték fel az inzulint, amely alapvetően megváltoztatta a diabétesz kezelését. Míg akkor a 20. század elején irodalmi ritkaságnak számított a cukorbetegség, mára 500 millió főre nőtt a betegek száma világszerte, mondta Gál Zsolt, a Józsa András Oktató Kórház osztályvezető főorvosa 35 perc című magazinműsorunkban. Meg lehetne előzni, tehát kezdve onnan, hogy úgy mozogjanak, táplálkozzanak a gyermekeink, meg a fiatalok, és akkor nem alakul ki. Hogyha pedig rossz élelmiszereket esznek, olyan italokat isznak, és alig mozognak, akkor szinte biztos az elhízás, és úgy mondják, hogy az elhízás és a kettes típusú cukorbetegség, azok kézenfogva járnak. Rossz élelmiszer, így fogalmazott. Igen. Mit értünk rossz élelmiszer alatt? Azon kívül, hogy cukros üdítők, rendben. Igen, azon kívül gyakorlatilag a nagy áruházakba tartozó élelmiszerek döntő többsége erősen feldolgozott, gyári terméknek nevezhető. Tehát erősen sózott, erősen cukrozott, mindenféle adalékanyaggal feldúsított, antibiotikummal. Tehát itt minden ide tartozik, a zöldségek is, a gyümölcsök kivételével. Tehát a félkészételek, a mirelitételek, ezek mind-mind veszélyes ételek. A cukorbetegek 90%-a kettes típusú cukorbeteg, amely az egészséges életmóddal megelőzhető, kialakult betegség esetén pedig javítható, szinten tartható az állapot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 50 ezerre becsülik a cukorbetegek számát. Elsősorban középkorúak és idősebbekre jellemző a betegség, de sajnos nő a beteg gyermekek száma is. Sajnos megjelentek a 10 éves cukorbetegek is, azok a nagyon elhízott gyermekek, mondjuk így is, hogy a hamburger nemzedék, már bizony ott van. Ilyen nem volt régen. Ha valaki, egy professzor megkérdezte, hogy milyen típusú a gyermekkori cukorbetegség, és ha valaki rámondta volna, hogy vannak kettes típusú, az megbukott volna. Hát most már vannak, a megyénkben is vannak ilyen fiatal gyermek cukorbetegek. Hát csak egy esetet elmondanék, hogy pár évvel ezelőtt feküdt nálunk egy fiatal ember, aki majd 300 kg volt, 10 éves korától már cukorbeteg volt, annyira volt. A diagnózis felállításához tipizálni kell, mivel körülbelül 50 féle cukorbetegség van. A jelentős súlytöblet, a 10 mg per mol feletti cukorérték, a sok folyadékfogyasztás és vizelési inger és nehézsebb gyógyulás, mind a cukorbetegség jelei. A lappangó stádium azonban sokáig elrejti a súlyos betegséget. A rendszeres vércukormérés ezért is rendkívül fontos.